A 2017-es év Szent László éve volt. Ekkor ünnepeltük az 1192-ben a szentek körében emelt Magyar Lovak Király trónalépésének 940. szenté avatásának 825. évfordulóját. A nevezetes alkalomból rengeteg konferenciára és egyéb eseményre került sor, és ekkor jelent meg az a valóban gyönyörű és impozáns könyv a Győri Hittudományi Főiskola kiadásában, amely a Szent László Hermán és a Koponyerekén 2011-ben elvégzett vizsgálatok eredményeit mutatta be. Tudni való, hogy a győrben őrzött Szent László Hermát nem szokás naponta kinyitni, ennek fényében értékelhető igazán, hogy milyen jelentőséget tulajdoníthatunk a 2011-es felnyitásnak és a négy napon át tartó vizsgálatoknak. Ekkor képzett szakemberek elvégezték a koponya mitokondriális DNS vizsgálatát, de sok került paleoradiológiai vizsgálatokra is, amelyek például érelmeszesedés nyomait mutatták ki. Az antropológiai vizsgálatok megállapították, hogy az ereki egy 55 éves kora körül elhalálták, lozott személy koponyája, amely taxonómiai szempontból alapvetően európid, néhány a mongoloidokra jellemző morfológiai jelleggel. A mi szempontunkból most azonban elsődlegesen az a lelet tarthat számot leginkább érdeklődésre, amely a koponya csontból került elő. A Szent László Herma felnyitása után került sor a koponya tartalmazó belső kapszula kiemelésére. Ezt a pántos, tűzaranyozott, ezüst tartót felül a Pantokrator Krisztus oldalt a négy evangelista jelképeit ábrázolja. Miután ez is felnyitásra került és a Szent Király koponyáját kiemelték belőle, az jó állapotban megmaradt, szinte teljes felső koponyából az öreg keresztül egy kis lepecsételt, hímzett szövetcsomag került elő. A szövetet Simor János Győri püspök pecsétje zárta le. Simor 1857-től 10 éven át töltötte be ezt a tisztséget, 1867-ben már Esztergomi érsekként koronázta magyar királya első Ferenc József Budán. A csomag nagy valószínűséggel 1861-ben került a koponyába, amikor az er erekje utoljára került felbontásra. A pecsét feltörése után derült ki, hogy mit is rejt az a keskeny sejemcsík, amely roppant aprólékos kézi munkával, láncöltéssel, száröltéssel és fedőöltéssel van kihímezve. A hímzes sejemből ugyanis négy apró ezüst került elő, mégpedig kronológiai sorrendben a következők. Luxemburgi Zsigmond, első László, ötödik László és Hunyadi Mátyás egy-egy denárja, amelyek közül az első eléggé korabeli hamis tűnik. Mindeközben előkerült az a Simor János által 1861. június 27-én kibocsátott oklevél, amely többek között arról is beszámol, hogy az ereket tartó 1861. évi felnyitásakor ezek a pénzek, az a Zsigmond első László, 5. László és Korvin Mátyás ezüst pénzei, azaz Nummis Argenteis, ahogy az oklevél említi őket, már akkor benne találtattak a koponyában. Ekkor csomagolták be ezeket egy sejem darabba, és a csomagot a püspök pecsétjével lezárva helyezték vissza a koponyába. Nyába. Tehát a négy ezüst pénzt már 1861 előtt a koponya erekében volt. A pénzek kora néhány évtizeden belül kelteszhető, a legkorábbi az 1420-as-30-as években készülhetett, a legfiatalabb pedig valószínűleg 1464-ben. Azonban azt, hogy ki, mikor és milyen célból helyezte bele azokat Szent László fejereke tartójába, máig rejtéjövezi.